Ebben a videóban úgy fogok bedvarszozni, hogy bármilyen alkalommal, amikor meghalok, a textúra pack-em egyre kisebb lesz. Kezdve az 512-es pack-től az 1x1-es pack-ig. A végén nagyon vicces volt a játék, szóval ne maradjatok le. Itt is vagyunk az első menetben, és ahogy látjátok, az 512-es textúra pack-et raktam be. Ez abból is látszódik, hogy milyen kidolgozottak az ércek, meg az eszközök, például ilyen az arany. Én nem nagyon szoktam ilyen pekkekkel játszani, de be kell vallani, elég menő néznek ki amúgy. Gyorsan szedek pár gyémántot. Úristen, 3 volt az egyik helyen. Akkor 3x4, akkor 12 lesz, hogyha az összeset felveszem. 12 gyémántal pedig elég sok mindenhez tudunk kezdeni. Szerintem veszek majd arany, illetve egy gyorsaságfejlesztést, mert inkább a csapatra költöm, nem csak magamra, hogy egy gyémánt mellvértet vegyek. Bár mondjuk lehet beönzőzöm és veszek magamnak egy gyémánt mellvértet is. Jól van, egy fene. Én szedtem a gyémántokat, szóval igazán megértemlem. Megyek szerintem a zöldekre, a zöldeket megtámadjuk. Itt is van az első áldozat. Lángpalos kardja van! Wow! Komolyan vett 10 gyémántért egy enchantot rá? Hát ez nagyon nem érte meg szerintem, és itt a másik zöld. Ja, hogy nekik nincs is ágyuk, akkor gyorsan megöljük őt is, jó. És itt a sárga. Most a sárgáknál vagyunk? Nem tudom. Ki van itt fent? Nem, ez szerintem a zöld csapat lesz. Ja igen, a sárgák kiütötték a zöldeket. De akkor mit keres itt a kék? Hát én már semmit sem értek, de akkor menjünk a kékre. Eddig még nem haltunk meg, szóval elég jók vagyunk. Nem kell pekket cserélni. Gyorsan kiütjük a kékeket. Megöltük ezt a srácot, és akkor most fel kéne építeni az ágyhoz. Azt hiszem itt van, igen. Fával fettek, akkor gyorsan baltával kiütjük. Így né. Itt a sárga is közben hátul. Őt is meg kéne ölni valahogy. Aha. A kékekkel csatáznak, én pedig hátba löktem. Girosz 4444-et. Közben támadnak minket a pirosak. Hoppá, őt elég viccesen repült le. Szépen lelöktem. És a másik, az pedig hazamenekült. Jobb szettem van, szóval szerintem nekik rontok. Szigorúan csak fent, mert nem lenne túl észszerű bemenni rájuk szemből. Inkább az ágyukat ütném ki előbb. Mivel semmi értelme megölni őket úgy, hogy van ágyuk. Jó. Zsír, kiütöttük. Most már nyugodtan PvP-szetek ellenük. Gyere csak ide, haver. Mondjuk szet nélkül eléggé kevés esélye volt. Neki talán több van. Jó, ez az. Az utolsó csapatnak az ágyát pedig most ütötte ki a csapattársam. Szóval ezt a menetet valószínűleg megnyerjük, de még semmi sem biztos. Lehet, hogy ilyen nagyon felszerelt cuccuk van a citromsárgáknak. Na de ezt mindjárt kiderítjük. Hát nem. Nem, nincs nagyon felszerelt cuccuk. Az egyiket szerintem meg is tudom ölni. Jó, és akkor már csak a másikat kéne megtalálni. Nagyon gyanús ez a pár citromsárga gyapjú erre felé, szóval szerintem erre bujkál. Igen, igen, ott van. Láttam. Aha, gyémánt mellvértje van, és leesik magától, szegény. Bár mondjuk lehet direkt csinálta, de nem hiszem. Úgy tűnik, hogy ebben a menetben nem haltunk meg egyszer se. Na de ebben már más a helyzet, mivel ez egy 4v4-es aréna a Tokió pályában. 4v4-ben nagyobb az esélye, hogy meghalok, mert itt nehezebb kiütni az ágyakat, meg több v1 szokott lenni, például 2v1 vagy 3v2. És akkor itt nagyobb eséllyel meg tud halni az ellenfél, meg én is. Hogyha tudnék venni magamnak egy gyémánt mellvértet, akkor az úgy megkönnyíteni a dolgom. De 3 gyémántból nem tudok, csak 6-ból. Szóval még 3 kellene, egy. Aj, csapattársam, neved már fel az összeset, léci. Még egy darab kéne. Nem rakta be a cseszbe? De berakta. Kiloptam szépen. Jó, meg is van a gyémánt mellvért. Hoppá, is jön egyből ránk a piros. Akkor meg is van, hogy melyik csapatot fogjuk megtámadni először, a pirosakat. Mivel ők jöttek ránk. Jó, ide. Sikerült átugranunk, a gyerek meg leesett. És ez a gyerek is leesett. És ez a gyerek, aki az előbb esett le, és nem tud megütni, mert az előbb spónolt le. És nincsen befedve az ágyuk, jó, nagyon király. Akkor simán ki tudtuk ütni. Jó, és akkor most megöljük őket egyesével, kezdve a szet nélkülivel. Jaj, mi volt ez a nagy lökés? Jaj, ne, meghalok! Úristen! Nem jó, nem jó. Nem állunk túl jól. Egyesével kéne őket, nem pedig egyszerre. Jó, itt az egyik. Azzal nem foglalkozunk, mert annak nincsen kardja, de csak bejön elém mindig. Gyerünk, haj meg, léci. Jó, köszi. És akkor már csak ez az egy maradt? Igen. Jó, és ezt is megöltük. Pont amikor az a challenge lényege, hogy halljak meg, akkor nem halok meg egyszer se. Ilyen nincs. Gyors, kajálunk egyet, és akkor milyen csapat van még? Úgy látom, hogy a kékeket már kiütötték, és már csak a zöldeknek van ágya, meg a sárgáknak. Ja igen, mi vagyunk a zöldek. Jó, indulás a sárga csapatot megtámadni. Ez a gamer, ez volt az előbb is a citrom sárga. Ugyanazt a gyereket dobta be. Őt lelöktük szépen, jó. Megint itt a gamer srác. Azt a mekkorát lökött! Hát meghaltunk szépen, szóval most jön az, hogy kicseréljük az 512-es pack-et 256-osra. Hűha, azt a, ez eléggé nagy változás.
Hát a gyapjú az nem túl sokat változott, ez szerintem az alapgyapjú egyik változata. Hoppá, jönnek oldalt a kékek! Srácok, védekezzünk! Ne, ki fog ütni minket! Nincsen fedve az ágyunk! Húha! És ketten is jönnek. Ki ne üsse! Nem szabad hagyni! Ne, kiütötte a másik! Jaj, mindjárt meghalok. Ilyenkor nem a csapat a lényeg, hanem én. Indulhatunk a sárga csapatra, és ők csak hároman vannak amúgy. Jocó ellen itt középen PvP-zünk egy jót. Hát, ha van nála egy kis gyémánt, nézzük, mennyi volt nála? 6! De jó! Ebből tudnánk venni mondjuk egy védelementcsántot a gyémánt bevértünkre. Az mondjuk nem ártana. Hol van? Itt jó védelementcsánt. Még az összes csapattársam él, szóval így a jó eddig. Gamer pedig itt tojásokkal próbál, nem tudom, összezavarni minket. Jó, megölte a csapattársam, király. Most szerintem nem lehet túl sok cuccuk, meg nem is tűnnek olyan veszélyesnek. Jocót megöltük. A gamer gyerekkel vigyázni kell, de amúgy nem hiszem, hogy nagy kihívás jelentene, te jó ég! Hogy lett ennyi HP? Most nézem. Mindjárt meghalok, ne! Ne! Na szóval, mivel megint meghaltam, ezért gyorsan megint kicseréljük a packet. Íme, itt is van. Wow! Egész jól néz ki ez a vas, meg kb. Úgy minden. Szerintem eddig ez a kedvencem. Ja, és az összes textúra packnek lerakom a linkjét a leírásba, szóval, hogyha le akarjátok tölteni, akkor nyugodtan. Ahogy látom, már jönnek ránk a sárgák, és nem túl jó helyzetben vagyunk, mivel mi ketten vagyunk a csapatban, és mindenki más hároman vagy négyen. Gyors veszek egy kőkartot. Azt a de menő ez a kart. Mondom, ez eddig a legjobb pack. Na mi lesz, haver? Ide jössz még ma? Ó, mögötte ott van a kék, az sincs vele. Szóval ez le tudja lökni. Jó zsír. És akkor most pedig meg tudjuk ölni. Nice. Ne, nehogy már ő kiüssön a kék semmi szedbe. Figyeld meg és kiüt. Na ne. Na hát akkor ágy nélkül kell megnyernünk ezt az arénát, és komolyan befette magát a csapattársa. Hát ezek szerint megint packet kell cserélnünk. Íme, így néz ki a 64-es pack. Na hát ebbe a gyapjú nem nagyon tetszik, mert ilyen... Mi ez itt? Úristen, ez a vas? Na ez nagyon kis cuki. Pár halál, és nem sokára a 4x4-es textúra packkel fogunk játszani, meg az 1x1-essel. Szóval nagyon óvatosan kell játszanunk, nehogy itt meghalljunk még párszor. Úgy látom, a piros támadja a kéket, vagy nem támadja, csak leugrik. Azt hitte, hogy meg akarom ölni. Hát mondjuk meg is öltem volna, hogyha úgy alakul. Hol van ebbe a pályába az ágy, ha kérdezhetem, mert nem nagyon játszottam még itt. Oda felmennek, szóval gondolom ott van az ágy. Ja, itt besúranunk szépen. Nem kéne, hogy meglásson valaki, vagy pedig meghalljon, és itt is van a kék. Aki védi az ágyat, gyerünk, talán meg kéne ölni. Azt a hívta a csapattársait. Ne, meghalok! Újjaj! Nem sokáig tartott ez a pack. Na de nézzük is, milyen a 32-es. Voilà! Így néz ki a 32-es pack. Aztán ebbe a gyapjú most már sokkal szebb, de jaj ne, eltűnt az a jó kis cukivas. Akkor nézzük, hol az ágy. Feljövök itt a lépcsőn, bekanyarodok, és akkor igen, gondolom itt lesz. Jó, akkor ezt majd hátulról kiütjük, vagy pedig, hogyha alulról akarom, akkor pedig valahol itt kéne kijutni. Jó, most már megtanultam. Balta és egy csákány, fedés esetére egy kis blokk, egy kis kaja, az alma egy süti a packben. Hát ez nagyszerű. Gyors be is kajálunk pár sütikét, és akkor a maradék cuccot elrakjuk. És akkor támadás. Most már tudjuk, hogy hol van az ágy, akkor semmi sem állíthat meg minket, kivéve a csapattársunk óriási tornya. És ez a támadó kék srác, aki leugrik, de miért ugranak le mindig az emberek? Nem értem. Értem, hogy megmentik a cuccukat, de akkor is. Jaj, itt egy gyémántszettes, az ellen nem kéne harcolni, mert azt valószínűleg nem öljük meg. Na nézzük, melyik csapatot kéne megtámadni. Szerintem menjünk megint a kékekre, mivel ők is támadtak meg már minket párszor. Fel kéne építeni hozzájuk ilyen magasba. Alul ott megy egy gyémántszettes rác, és szemből is jön egy full vasszettes. Kéne valami kaja, egy kis süti, ami még mindig zseniális. Jaj, hagyjál már, haver, ebédszünetem van! Jaj, ne, leestem! Hát ez nagyon nem megy nekem. Na nézzük a 16-szoros packet. Húha, erős váltás, kezd egyre defaultabb lenni minden. Egyszerűbb és pixelesebb. Ami nem feltétlenül rossz, mert én szeretem az ilyen packeket, csak egyre nehezebb lesz a játék, hogyha később mondjuk egyszeres packkel kéne játszani. És a kék már megint ránk jön, hát nem hiszem el. Nagyon szeretnének minket kiütni, de viszonzom a szívességüket, és én is mindig rájuk megyek cserébe. Folytatjuk ott, ahol befejeztük. Ó, kiütötték a pirosakat. Mit csinálsz te itt, a sárga? Nem tímelünk, hiába mind a ketten a kékeket akarjuk kiütni, akkor sem foghatunk össze. Jaj, ne, elkezdtem világítani, ne már. Na gyere csak, haver, téged lelökünk szépen, úgyni. Akkor már csak ki kell ütnünk az ágyukat, ha nem esnék le. Jaj, szia, ez pedig a Wolf gyerek, vagy ki a fene? Jaj, ne, van egy csapatása is. De jó ég, nincsen sok HP. Nézzük, hogyha itt fölül elkezdem ütni, az úgy jó taktika. Ó, de még mennyire.
Jaj, ne, ott van a sárga. Kiütötték az ágyunkat, ne már pont most, amikor itt vannak. Jaj, szia, megint le kéne lökni. Hát ez a gyerek nem tanulja meg, hogyha így épít, akkor le fogják lökni. Valahogy most már tényleg ki kéne ütni, de megint világítok, hát nem igaz. Gyerünk Martint, hát ha meg tudjuk ölni, mert nincsen ágyunk, és nem kéne, hogy megöljön minket, mert neki van. Jaj, együttés vagyok, ne, megöltük egymást. Ismét meghaltunk, szóval ezt tudjátok, mit jelent, igen, le kell cserélni a 16-os pekket egy 8-as pekre. Azt a mindenit. Egyébként ezt a packet láthattátok már a csatornán, mivel ezzel játszottam régen Skywars-on. Ez ilyen nagyon leegyszerűsített pack, és ezt tetszett benne régen. Meg ugye az FPS-t is növeli, mert nem kell sok mindent betölteni a játéknak, ezzel gyorsabban fog futni. És ahogy látom, itt van egy piros, és neki van kardja, nekem meg nincs. Szóval gyorsan elfutok, mert nem akarok még egyszer packet cserélni. Hallod, haver, ne üldözz már, az előbb cseréltem le a packet, léci! Ne már! Ez a kék velem van? Nem velem van. Na mindegy. A pirosakat megtámadnám, hogyha sikerülne ez az ugrás, és sikerült, jó. Szia, Foxika. Hol van az ágy? Az előző menetben megnéztem. Jaj, ne, Csongika! Te választasz el az ágytól! Ne! Ilyen közel vagyok! Ó, ott is van egy lépcső! Gyerünk, gyerünk! Léci, léci! Hol van az ágy? Ott van! Gyerünk, kiütöm, esküszöm, kiütöm. Ne szívass, hogy nem ütöm ki! Ha nem ütöm ki, akkor vége a videónak. Jó, kiütöttem, ez az. Ne ülj meg, Csongika, légy szíves. Jól van, ezt a pár gyémántot azért elrakom. Micsoda? Hogy estem le? Pont ott volt egy lyuk. Ne már. Így néz ki az utolsó előtti pack, a 4x4-es. Úristen, mi ez a vas? Ez a célkereszt, meg ez a fű. Na, ezzel a packkel már nehezebb lesz egy kicsit játszani. Aztán így néz ki a kard. Hát ez haláli. Jó van, de ez még mindig nem olyan vészes, amennyire az 1x1-es textúra pack lesz. Ne öljetek meg, légy szíves! Nincsen rajtam szed. Nem akarok 1x1-es textúra packkel játszani. Jó, megöltem az egyiket. Itt a piros, talán őt is meg tudom ölni, vagy pedig leesik magától. Azt mondom, hogy vegyünk egy kis szettet, mert elfelejtettem, hogy nincsen rajtam, és úgy indultam támadni, ami nem túl okos dolog. Kivettem a csapatládából 6 gyémántot, remélem nem bánja senki. Akkor mi kell nekünk egy gyémánt melvért? Te jó, hogy hogy néznek ki a szettek? Valaki tud így vásárolni? Hogy néz ki ez a sapi? Úgy nézek ki, mint valami hernyó. Na de indulhatunk is támadni, és egyébként a csákány és a balta sem jobb. Jaj, itt van egy kék, neki is olyan vicces a sapia. Jól van, lelöktük. Na szóval igen, a csákány és a balta sem jobb. Nézzetek rá erre a baltára. Ez inkább egy íj, mint egy balta. Közben itt egy szet nélküli zöld, őt csak meg tudjuk ölni, hogyha már gyémánt melvértem van. A zöldek mennek ránk, szóval nekünk is a zöldekre kéne menni. Vagy a kékekre? Ja, a kékekre megyek, pedig azt hittem, hogy a zöldre megyek. Mondjuk tudhattam volna, mivel erről jött a kék. 3 darab kék van, egyet láttunk elmenni. Itt a második, akit most gyorsan kizárunk az otthonából. És akkor a harmadik, az nyilván az ágynál lesz, hát hol máshol lenne. És akkor gyorsan ki kéne ütni, balta. Hol van az ágy? Ott. Jó zsír. Jaj, ne! Na ne, most át kell váltanunk az 1x1-es pekre. Ez meg micsoda? Te jó ég, mi ez a célkereszt? Ez hogy néz ki? Úram atyám, így néz ki a vas, azta. Konkrétan így néz ki a kőkard a pegbe. Meg sem merem nézni magam F5-be. A set így néz ki rajtam. És akkor próbáljuk meg 1x1-es textúra pekkel kiütni a zöldeket. Nem tudom, hogy fog ez sikerülni. De hát, ha meg tudjuk lepni őket, hogyha itt felépítünk hátul. Jaj, azta! Nem tudom, hogy milyen messze vagyok tőle, mivel nagyon furcsa ez a pack. Nem csak a packen múlik, hogy hogyan tudunk játszani. Igaz, nagyban befolyásolja. Azt kéne csinálni, hogy alulról kiütöm. Aha, mivel most azt hiszik, hogy felmentem úgyis, ezért most alulról kéne támadnom. Jó, akkor most bemegyek lentre, és akkor lentről kiütöm az ágyukat. Ide el kéne bújni valahova, hát ha nem vesznek észre. Jó, nem vett észre egyik se. Szerintem itt van közvetlen fölöttem az ágy valahol. Nem lehet nagyon messze. Igen, ott van az ágy. Jó, megvan, alulról kiütöttük, zsír. Hát, ha meg tudom ölni 1x1-es packbe. Ha jól látom, akkor gyémánt melvértje van neki is, pont mint nekem. És gyémánt kardja is, úristen. Vagy mondjuk lehet, hogy balta. Azt nem tudjuk megmondani ilyen körülmények között. Jó, de őt. Azt hittem, hogy megöljük. Most vettem észre, hogy az életünket nem mutatja a textúra pack. Már csak egy kéket kell megölnünk ahhoz, hogy megnyerjük a játékot, és ahogy látom, az itt szaladgál középen. Igen, most elment a saját szigetére. Ha jól láttam, akkor full gyémánt szettes volt, amit elég nehéz lesz megölni. És Rolex fanköpenye van. Rolex fanköpennyel több esélye van a nyerésre, tudtátok? Csak hogy ma van fanköpennyel még több. Ezt ne felejtsétek el. A csapattársammal 2v1-be csak meg tudjuk ölni.
Bár ha jól látom, akkor enchantolva van a gyémánt melvértje és a sapkája. Bár nem vagyok benne biztos, mivel nem nagyon látszódik. Jó, megöltük! Ez az! Sikerült nyernünk ezzel a packkel! Ezt a challenge-et amúgy nem én találtam ki, de megnéztem Fizinek a videóját, és azt gondoltam, hogy ezt a challenge-et nekem is meg kell csinálnom.